Veiko Budimir és Mike Louise után újabb két légióssal egyezett meg a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapatának vezetősége a közelmúltban. A 28 éves, 193 centi magas amerikai Kenny Funderburk és a 206 centi magas, 25 éves szerb Veiko Brükić szerződtetésével véglegessé vált a keret. Négy légióssal állunk neki a 2021-es szezonnak. Csupa fiatal, vagy nagyon sok fiatal játékossal, de azok közül azért van már, aki kvázi szagolt puskaport, tehát komoly csapatokba is játszott, és hát ugye a fiatal szabály miatt is sok a fiatal játékosunk, ugye az első 20 percben egy 23 év alattinak a pályán kell tartózkodnia, ezért is, és amúgy is egy kicsit talán kényszerből, de egy ilyen paradigmaváltás is történt a csapaton belül, hogy egy fiatal csapatot raktunk össze a következő szezonra. A Dragan Aleksics és Andrija Csirics vezette PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata augusztus 10-én két légióssal kezdi meg a felkészülést. A hét második felében aztán megérkezik majd a másik két külföldi játékos is. Szeretnénk első 8-ba lenni, hogy ez a playoff pozíciót jelenti. Nem tudjuk, hogy a többi csapat ott mennyire érintette minket, biztos, hogy érintett ez a pandémiás gazdasági válság és vírushelyzet, és akkor meglátjuk, hogy a többi csapat mennyire erős, de várhatóan oda tudunk érni az első 8 hely valamelyikére. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége augusztus 4-i elnökségi ülésén döntött arról, hogy október 3-án nyílt kapus mérkőzésekkel indulhat meg a bajnokság.